Szent István ünnepén Székesfehérvárra érkezett Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke. Az államfő a Városháza dísztermében az állami ünnepségek részeként mondott hivatalos beszédet. Kiemelte, hogy az Isten kíméljen meg mindenkit a háborútól. Mint mondta, most kell erőt merítenünk Szent István bölcsességéből, Isten hitéből, előrelátásából, taktikusságából, bátorságából, szerénységéből, miközben egybefort a sorsunk Európáéval, mondta Novák Katalin. Az aranybulla 800 évvel ezelőtt első pontjában rögzítette, hogy évente Szent István király ünnepén Fehérvárot tartozzunk ünnepelni. Megfogadjuk a királyi oklevél szavait, és itt vagyunk. Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király napja, a keresztény magyar állam megalapításának, a magyar állam fennállásának emléknapja. Az ünnepen a város papságával együtt celebrált Szent Misét a Szent Korona hiteles másolatának és első uralkodónk fej erekjéjének jelenlétében Spányi Antal megyés püspök a felújított Szent István székesegyházban. Az egyházi vezető kiemelte, a nemzeti ünnepen fejet kell hajtanunk államalapító királyunk Szent István előtt, meg kell emlékeznünk örökségéről. Spányi Antal fontosnak nevezte, hogy segítsünk másokon, hiszen csak így gazdagodik az emberek közössége. A 800 éves aranybulla mondata, mely a Városház falát díszíti, emlékeztet augusztus 20-át, a Szent Király ünnepét meg kell ülni. Törvényez királynak és fiembereknek, de lelkünk erkölcsi tartású törvénye is, törvény minden igaz magyarnak.